Néhány nap is ismét gyerekzsivaj tölti be a fehérvári iskolákat. Szeptember 1-én becsengetnek, elstartol a 2022-23-as tanév, ezt azonban rengeteg kérdés övezi. A pedagógus sztrájk és a koronavírus mellett egy teljesen új problémával is szembesülnie kell az intézményeknek, ugyanis az elszálló rezsiköltségeket nem biztos, hogy minden intézmény fedezni tudja majd, de egyelőre úgy tűnik, jelenléti oktatással indul az év. A kormány célja az, hogy az iskolák zavartalanul a hagyományos tanrendben, jelenléti oktatásban működjenek, és így készülünk az új tanévre. Bízunk benne, hogy minden fennakadás nélkül a járványhelyzetre figyelemmel haladhat a jelenléti oktatás. A jogszabály értelmében tantermen kívüli digitális munkarendet a köznevelésért felelős miniszter rendelhet el, ilyen döntés pedig nem született. A székesfehérvári tankerületi központ alá tartozó intézményekben több mint 16 ezer általános iskolás és 3500 gimnazista jut be a padokba szeptembertől. Török Szabolcs hozzátette, Székesfehérváron is minden diák ingyenesen juthat hozzá tankönyveihez. A tanulók elsőtől 12. osztályig már évek óta ingyenesen kapják a tankönyveket. A tankönyvek kiszállítása folyamatos, a kiosztásuk az intézményekben kialakult szokásrend alapján történik. Minden érintettet időben értesítenek az iskoláink. Az igazgató hozzátette, folyamatban vannak a pedagógusi állások pályáztatásai. Még nincsenek végleges adatok, de jelenleg úgy tűnik, minden fehérvári intézmény zökkenőmentesen kezdheti meg az új tanévet.